Bár online felületen a kitöltés lehetősége már lejárt, azonban még folyamatosan zajlik a népszámlálás. Sátoralja új helyen jelenleg számláló biztosok járnak azokhoz, akik nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Azonban, ha valaki kitöltötte, a számláló biztosok megjelenhetnek a címen, hiszen egyfajta átfutási ideje van az online rendszernek. A népszámlálási kérdőív után kapott e-mailt, ha valaki megmutatja, azzal tudja igazolni, hogy az adott címen ők már megtették annak kitöltését, mondta el a híradónknak dr. Terdik Sándor sátorai új helyjegyzője. 2022. november 20-áig fognak járni a számláló biztosok a városban, eddig lehet a számláló az fogadni, és nekik eddig van lehetőségük a helyszínen fölvenni a kérdőjéveket a népszámlálással kapcsolatban. Ezt követően november 28-áig, tehát 20 -a és 28-a között a polgármesteri hivatalba a jegyző titkárságon lehet még részt venni a népszámláláson, itt személyesen kell bejönni, itt a jegyző egy számláló biztos fogja fölvenni az adatokat, és ugyanolyan. Rendszerben fogja kitölteni, mint amit a helyszínen töltött volna ki. A számláló biztosok egy kártyával tudják majd igazolni magukat, amin egy név és egy azonosító fog szerepelni. Számláló biztosok nincsenek elegen, 43 főt jelölhetett volna ki a város, 33 számláló biztosunk van, de úgy gondoljuk, hogy ez a 33 fővel is el tudjuk látni a feladatunkat. Több címre kell elmenni egy számláló biztosnak, de tekintettel arra, hogy 28% volt sátoralja új helyben az online kitöltés, ezért van lehetőségünk ezzel játszani, és nem fogunk leterhelni egyetlen egy számláló biztos sem, tehát meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Amennyiben valaki nem biztos abban, hogy a számláló biztos jogszerűen tartózkodik az ingatlanába, van egy központi telefonszám, amit ha fölhív, akkor be tudja mondani a címét, be tudja mondani, hogy melyik városban hol tartózkodik, és akkor a számláló biztos le fogja tudni ellenőrizni, mert a központi rendszerben meg van határozva az, hogy melyik címre melyik számláló biztosnak kell mennie. Azok, akik nem tudtak sem az online, sem a felkereséses népszámláláson részt venni, november 20 és 28-a között kereshetik fel a jegyzői titkásságot hivatali időben.